اول ثلاثة اول شهور بندر. كده شكلها تكشف فيها شهاد. Ma parlo di un po' di colazione. Mi chiamo Sciocco Mega, se vuoi che ti lasci che prenda. Piace. Ma quando chiedi una conto, stai stupendo. És így van egyik főszereplő Szabó Antal, nagytársad Antalnak, igen, nem érkezel. Antal, hadd kérdezzük meg, így, hogy te is először láttad a saját alkotásodat, mi volt a benyomás, 2,5 óra masszív feszült figyelem, érezted, hogy a púzusod megy fel a film közben, hogy mit alkottunk Tamás vezetésével, hogy érted meg, mesélj a többieknek. Tudtam, hogy mi lesz a vége. Ez hogy lehet, hisz én sem tudtam. Te valami beavatott lehettél. Hát nem beavatott voltam, beavatott voltál, igen. Azon szerencsés, akik ezt tudta, hogy ezt akkor foglalják, köszönjük szépen, és az első rajongó, kedves uram, mesélj, mi az első benyomás, hogy a film kapcsán? Látom, hogy kezdtél izgulni a párás, hogy a szemüveget, mély levegő, hallgatva szívod a levegőt, akkor biztos, hogy jobban fog menni. Okay. Kérlek valami pozitívat, hogy nagyon hosszú volt a film, tudom, hogy ez sok mindenkinek terhelést okozott, de figyeljünk rá. Ez pozitívum szerintem, hogy hosszú volt a film, még tovább is néztem volna. Remélem, lesz második. Ó, nagyon köszönjük, ez nagyon jól esik. Mi volt a kedvenc jelented a filmben? Nehéz válogatni, rengeteg izgalmas jelenet volt. A feszült volt a figyelem, még így éreztem. Attila jeleneteit szerettem a legjobban szerintem. Attila. Igen, talán az a rész, amikor... Ti jöttek egy pillanat. Hogy is mondta ezt Robert Downey Jr., hogy totálba nyomta a kretényt? Fullba tolta a kretényt. Fullba, igen, igen. Jó, igen. Nagyon köszönjük a visszajelzést. Pont ugyanez jutott eszembe, pont ugyanez jutott eszembe. Az elején próbáltuk neki jelezni, hogy ne tolja fullba, de hát ő volt a mi kis Jambor Jackünk, ahogy azt már a trópusi viharból ismerjük. Ő ilyen így szeretjük. Jó van, nagyon köszönjük a visszajelzést. Lent lehet kérdéseket feltenni. Kedves rajongóink, én el sem tudom mondani nektek, hogy mennyire hálás vagyok, hogy végig néztétek velünk ezt a 2,5 órás filmet. Számunkra is ugyanolyan újdonság volt, mint számotok. Egyedül Tamás volt a beavatott, aki tudta, hogy vajon mi vár ránk. Nagyon örülök, hogy most jól vissza is értetek. Tamás, sorozzátok meg kérdéssel, és arra szeretném kérni benneteket, hogy ne csak pozitív visszajelzést hozzatok, hanem kőkemény fejlesztési kritikákat is szívesen fogadunk, mert a cél, hogy már kiváló rendezőember fejlődjön minél többet, minél gyorsabban, és szerintem a Bajnokok reggeli a visszajelzés, úgyhogy nem kell, hogy kezd tüskézzel bánjatok velünk. Tamás. Ennyit szerettem volna hozzátenni a mai eseményhez, elvonulok a hátsósorban. Egy előre zajti a Tónival meg Bencivel, hogyha valami olyan kérdés. Jó. Tényleg, csak ide üljenek az első. Visszaér. Szóval, először is egy olyan kérdésem lenne, hogy akinek tetszett a film, tegye fel a kezét. Majd mindenki érdekel, hogy kinek nem, hogy lássunk. Tehát akkor az megérted nézni, igazán nem volt rossz. Kevesen vagyunk, tehát ki már nem meg a mesterlővészek itt van a tényleg dolog, hogy köszönöm a választ. És akinek esetleg nem tetszett, az csak annyit megosztanom, hogy mi miatt nem tetszett? Ha volt ilyen, mert tudom, hogy feltenem a kezét, csak mondom, biztos, hogy biztos. Zoli Pusi, nem tettem fel. Tóni, miért nem tetszett a film? Keveset fel tudtam, hogy mi lesz a vége. Ja, legalább tudtad, vagy nem tudtad? Most tudtad, ja, azért mondom. Egyébként a Tóniról, aki nem volt még ilyen, egy teljesen tudni, hogy itt, tehát mindig csak itt nézünk a filmet, a moziban, hogy otthon soha nem nézünk a filmeket. Már hogy előtte egy filmet családot, amit csináltunk. Ja, legalábbis ezt mondja, azt a reggeltől estig valószínűleg. Ja, lehet, hogy ilyen lejátszási listán, amik persze folyamatosan. Na, tehát azt szeretném, hogy kérdéseket tegyetek fel. Pára már tudták, hogy lesz kérdés, hogy ebben készültek kérdésekkel. Lehet a stábhoz, lehet a filmhez, aztán majd ilyen, mondok ilyen pár zárószót róla. Na, én feldobom a labdát, ő. Na, a kamerások úgy kérdezik. Igen. Azt mondja, lassan 15-20 évet csináltok amatőr filmeket. Ez nagyjából az amatőr filmezés hajnala óta. És hogy látjátok, változott a érdeklődés a elmúlt 15-20 év alatt néző irányból, vagy így a Netflix elkezdi felszívni inkább ezt a otthoni filmnézést, vagy ugyanúgy megmaradtak a rajongók, és gyarapodik a nézőtábor? Hát őszintén szóval, hogy a legelső filmünk például az Időugrók, meg a Rablótámadás, amik a 2011-ben, 12-ben készültek, és ha megnéztek, azt megnézték ilyen 900 ezeren, tehát ugye nagyon sok nézettsége van neki, de a mai filmeket nézzük, akkor Larion is kérdi ilyen, hát ilyen 50-60 ezernél azért megállnak. Tehát a... Nem tudom, de van egy alapkörünk, aki mindig nézi, egy ilyen 10-20 ezer ember, amennyi ugye a YouTube-on a feliratkozótáborunk, az általában úgy mindenki megnézi, de szerintem az emberek ezt a kettő nagyon is egyébként jól kérdezhet, tehát a Netflix, meg az HBO Go, stb. Inkább ott nézni, tehát a YouTube-on a filmnézés ilyen menő, kb. 2010-ben volt, amikor ugye bejött nagyjából a YouTube, akkor mindenki ott nézett filmeket, mert ingyen volt, most meg már egy kicsit átállt mindenki erre a Netflix, stb. Úgyhogy szerintem azért van az, hogy egy amatőr filmeket annyira nem néznek, vagy nem annyira néznek például. Meg hát,
Most legyünk ezt igazán ügyesebb, és most mi kell lenni, amikor az HBO-n egy ilyen gyűrűk urát, vagy mit tudom, mit csinál, mondjuk a Netflixen, mint mondjuk ilyen pár amatőr csinált egy filmet. Már így áll hozzá az ember, tehát lehet, hogy tehát ezt tetszene valakinek, de abban nem áll hozzá, mert, vagy nem kezdi el, mert úgy van belőle, most le tudok választani, akkor inkább ugye azt nézem. Hát még a Witchernek sárok meg hozzá. Igen, a Witcher jó. De köszönjük a kérdést. Lehet jelentkezni egyébként, és akkor Geri, nagy kérdezünk egyébként. Köszönöm a filmmel kapcsolatos kérdés, hogy ami aktuális, hogy láttam, hogy ugye most több jelent volt, ahogy mondtad is, hogy ez a, megbeszéltétek, hogy miről fogtok beszélni, viszont az elején nagyon hosszadalmasan tudtátok ezt tartani, azért néhány kameraváltásnál egy vágás tényleg becsúszott, vagy a totál egészet elmondtátok? Nem, ezért én próbáltam is azért nem vágni, mert látszódjon ez, hogy aki mondjuk filmen szemben nézi. Tehát a lényege ugye az volt, hogy mondjuk megbeszéltük elkezdik a jelenet. Voltak ilyen fontosabb itinerek, például ilyen fő poénokat, az Óbis Nestor, a pornofilmek színét, stb. Ezt megbeszéltük. De az, hogy ők hogy jutnak el A-ból a B-be, azt nem, tehát ez rájuk részem. Mert meg volt az, hogy most bejöttök, ó, is bejön, legyen kicsit ilyen félénk, meg hogy fájjon ugye a hátsó részben, stb. Mindenket megbeszélt, de az, hogy az olékeiket ebben mit hoznak ki, az teljesen rájuk volt bizza. Olyan volt nem, tehát amúgy büszke vagyok rájuk, mert tényleg nem kellett megállni, négy olyan volt, amikor azt mondtam, hogy akkor kezdjük újra, mert nem működött a jelenet, de amúgy teljesen még azt mondtam, hogy gyerek, ez teljesen jó volt nekem, ez így tetszett. Tehát előtt az első ilyen film, egyébként a Tesztjátok is, hogy az elején ugye mondtam a vetítés, hogy ilyen még nem volt, tehát általában fix szövegből dolgozunk, amit ugye például a Tony se szerepel annyira rendnek, szerintem sokkal jobban állni egyébként, de jobban szereti ezt a fajta stílust. Meg a, szerintem a srácok egyébként nem tudnék belekötni, hogy senki volt, akinek nem működött ez a dolog. Tehát igen, ezeket ilyen 5 kis percet egyben vették fel, tehát nem volt vágás. Amikor voltak ezek az ilyen pik effektek, ilyen kis fehér villanás volt, na akkor vágtam, de ugye ezt kicsárt a bofizmés, amikor volt egy ilyen, hogy ne valahogy végéget érjen a jelenet, akkor vannak ezek a vágás. Tehát akkor vágtam egyébként, amikor az volt, máskor nagyon nem. Köszönjük! Második kérdésem. Ők a beépített emberém van. Igen. Második kérdésem az, hogy most ez a kicsit ilyen önirónia stílusú, ilyen könnyedebb filmek az új irány, vagy még terveztek ilyen komolyabb hangvételű, magát komolyabban vevő filmeket? Ha úgy érzitek, hogy most már ebbe a korosztályba ez a kicsit... Tehát, hogy most már jobban élik hozzátok ez a könnyedebb stílus. Volt valahogy irány? Nem, nagyon. Tehát az akciófilmeket úgy le tudjuk tolni meg mindent, tehát most a Zolék is úgy eltenhet, amit kell. Ez most kipróbáltuk, de egy összenyedekéken nekem tetszik ez a stílus, több minden miatt is egyébként, a srácoknak jól áll, tehát jól működik a dolog. Plusz nekem sincs összenyedek annyi dolgom vele, tehát most igazából összevágni, aztán nagyon sok a hangot kell találni. Ez olyan nagyon jó halkan beszél, többet mondjuk halkosabban, és egy helyeket húzni. Most ez is haltárok, tehát ennyire profi műszer, nekem is ez pontosan egy hangszínre mindent behúzni, azért volt néha hangosabb halkabb, de megpróbáltam kihozni mindent, amit lehetett. Tehát ezzel nagyon sok dolgom nincs, és hogyha működik, és most én szeretnék egyébként ebből mondjuk egy második részt csinálni simán, mert amúgy konkrétan 5 nap alatt vettük fel, tehát ez a filmet 5 nap alatt leforgattuk, mondjuk olyan 2 héthez képest. Ugye az a baj, hogy havonta egyszer tudunk néha összegyűlni egy hétre, tehát azért tart sokáig a filmforgatás. Felvettük szerintem 2 hónap alatt, nem tudom, de nem ugye, tehát az 5 napot tök könnyű volt összehozni, hogy meglegyen az egész. Annyi, hogy most beszámoljuk a parkinest, ezt felvettem a kollégáimmal, akkor a Tónival kimentünk egyszerűen, hogy itthon volt a apuval, ugye felvettük azt a külső helyszínes részt, tehát igazából gyorsan megvoltak ezek. Ja, úgyhogy tehát az irány most egyelőre, hogyha most lesz következő film, akkor valószínűleg lesz. Egyébként egy tervem van, az időugróból akartam nem filmet, hanem csak egy ilyen, hogy mondjam ezt, ilyen kis speciál rész, mert ugye, hogyha aki ugye látta az időugrókat, abban 2022-ben mentünk előre de 22-ben a jövőbe, ami ugye most van, vagy hát jövőre lesz, tehát arra akartam, hogy egy kis jubileumú dolgot így kitalálni, mert ugye, hogy mi hogy kézzeltük el mindezt a jövőbe, és hogy mi lett abból, lehetne egy ilyen kis 5-10 perces kis, a szereplők összejönnek, és akkor van kis mini dolgot kitalálni. Igen, Tóni, a Zoldát egyébként. Én is csak kérdem, hogy láttam. Ja, az, tehát igen, tehát ez az irány most egyelőre nekem ezt tetszik, tehát lehet, hogy most a következő film megint valami hasonló lesz, az ilyen nagyobb legalábbis. Kötelet, igen. Igen, szerepelni fogsz a következőben, meg kell női szereplő, ha erre akartál célozni. Igen, mennyi ideig tartott a szüleidet rávenni arra, hogy szerepeljenek, és nekik volt-e forgatókönyvük, hogy ők rögtön? Mennyit kértek érte? Igen. Ugye ők soha nem szerepeltnék menni, és úgy voltam elmondani, hogy egy filmben ők is legyek benne, mert ez pont olyan volt, hogy én nem kellett szöveget tanulni, mert az valószínűleg nehezebben ment volna nekik. És az a vicces, a Tonyba, hogy feltettük az apucsot, az egyben volt az egész. Tehát amikor bejöttek ugye bejött az ajtón, az nem volt vágva, tehát ez a vég volt, és hogy mentünk ki a vaddisznós kertbe, aztán megsártottam a kamerát, tehát az a végment. Akkor vágtam meg, mikor volt, amikor nem beszéltek, tehát csak azt vágtam ki, de egyébként úgy maga az egész egyben van. Amikor futottam el az elején. Ja, meg egyszer... Amikor beléptünk, már akkor odafutottam. A Tony előbb elkezdett menekülni, úgy, hogy a filmbe lett volna, azt meg kellett vágni, de egyébként csak ennyi volt. Úgy ott annyi volt, hogy Dapunak is ennyit mondtunk, hogy érszegesse a Tony, amúgy, tehát ami ott van, az park, hogy az övé, viszont olyan, hogy Vardison megtenyek az embert, vagy Muffon lefut, olyan nincsen, azt ugye megbeszéltük, hogy érszegesse a Tony, meg mindig ilyen meg közve. Tehát ennyi volt igazából a forgatókönyv, amit meg volt beszélni. Ugye a sztori az meg volt írva, hogy mit tudom Tony, de ennyit írtam ide, hogy Tony kezd egy helyszínt,
felkes egy ismerős, és akkor a végén elmenekül, mert megér a helyszínét. Tehát a folytatókönyv ez ennyi volt már, ez a rész, ennyi volt megírva. És a Douglas Róka azon pillanat. Azt, ha már ott volt, akkor beletettük egyébként. Azt, hogy miért Douglas Róka, azt nem tudtam. Direkt megölték. Ott... a film elállózta az életét, úgyhogy neki szemben. Vagy a mikrofon, vagy a gyöngytyúkok költék meg. Igen. Apa, hogy azt mondta a japán, hogy mondta, hogy japán gyöngytyúkok voltak ott a kertben, és akkor azon volt, hogy azok a harcot, hogy valami, de az, mint a japánok. Ott van minden egyébként, az opciós szöntőek, ez nem van. Még van egy nagyon jó kérdésem. Igen. Mennyibe került a rajongóknak ez a film? Tehát ez a bevetítés minden együtt. De azt már kiírtam egyébként, hogy ez semmibe. A termet kell csak bérelni, és azt mindig ugye mi szoktuk állni, úgyhogy mi köszönjük, hogy megnézzétek. De ez ilyen végkérdésnek lett volna jó. Kérdő láttam, hogy kérdezik. Akkor mondd a végén vágj. Ha már ilyen anyagi olyan kérdés is van, hogy... Nem kapunk fizetést. Nem kapunk pizzát. Mindig nem, már most a pizza se jár. A pizza se jár. Na, veszünkbe ment, meg is meg egy pizzériában végén. És a muflonkártes résznél hol volt? Ott siettünk, ott azért nem volt. Kapta kávét. De kapta kávét, mindjárt kávét. Igen. Azt, hogy így, ugye... Már ez változó nyilván, ahogy egyre jobban a technika növekszik innen, de hogy egyébként a forgatókönyvírástól egészen a premierig milyen költségekkel jár egy ilyen film összerakása? Hát ugye ez azért nehéz kérdés, mert maga ugye a kamera már megvan, az eszközök megvannak, tehát így külön költség mondjuk az utazáson kívül nagyon nincsen. Tehát most a helyszínen végül is nem használtuk olyan, most mit tudom, a kardok vagy a bort, nem tudom, az a bort mennyibe került, amik magával. Ebben ő is többért volt nála egyébként, az volt felkült, és amikor, hogy Tamás, ezt én miért fogom egyébként, vagy a tizedik percben megkérdeztem. Na, végén elvered majd őket azt a két csávot, akkor jó? Tehát ilyen külön költségünk amúgy már nincs, tehát ha így vezet. Tehát utazás, a srácoknak a vége, hogy kajálunk valóban együtt. Tehát úgy, hogy mivel új dolgot nem kellett venni ebbe a filmbe legalábbis, ezért... Tehát, hogy úgy veszünk, nem volt nagyon költsége. Ott szerencség volt, mert az Oli ott dolgozott egyébként, és ő intézte nekünk, hogy ott legyünk, tehát ugye ilyen külön... Tehát semmi, neki nem volt bérlési költség, mert ezt nem mondtad egyébként. Ez tényleg 0 forintos történet. Tehát igen, belegondolsz, hogy látjuk, tehát, hogy ez tényleg nullás. Ja, tehát mind önköltségen ment az ilyen, tényleg az autóval mentünk ennyit, tehát meg a kaja. Pizza, utazás, meg a nap, amit rászántunk kb. Ja. Na, ezért is jó például egy ilyen költségem, azért egy ilyen nagyobb költségvetés, valami maszkok, kardok, nem tudom, jelmezt kell venni, azért az jóval többbe kerül, hogy mondjuk egy ilyen, nem tudom, időugrók egy-két vára nincs, tehát az nagyobb költségvetés volt. A római katonának mi lett a sorsa? Nem jutott el. Rómában nem tudott elvenni. Nem volt egy jó, felvettük, hogy egyszer fogja állva, aztán legugol, meg fekszik a földön, csak azt nem akartam belágni, mert túl hosszú lett volna, csak... De egyébként jött egy autós, aki... Ja, igen. Belasított, és a csarnokat szájára rajtottam le, hogy Luma, és forrultad a másik vezetésre, de aztán nem. Ő meg kiáltottak úgy, hogy átoldod az út mellé, és megnézik, hogy mit reagálnak az autósok, de lassultak amúgy picit, megértek, hogy most a köz nincsen. Tehát egyébként az is csak egy ilyen poén, hogy a kis Gábor, aki a másik maszkban volt, egyébként ő összerakta, ez egy igazi, tehát konkrétan ugye fogtál ott is az ilyen fém, tehát rendes izé volt, az egy elvileg egy eredeti ilyen római kori, nem tudom, ilyen páncél volt, csak ha már megvan neki, akkor valahol használjuk fel. Egyébként az volt a főköltség a filmen, most már rájöttem, hogy azt ki kellett neki fizetni, akkor az volt az ilyen. Igen, lehet nyugodtan még, hogyha valakinek valami. A filmen is lehet szereplőkhoz, lehet akár külön kérdés, akármi nyugodtan. Ja, nem látom, bocsánat, igen, tessék. Kb. Ki mennyire ezt nehéznek ezt a spontanitást így a szereplők közül, hogy így mennyire ezt nehéznek így a feladatot? Hadd kérdezek vissza, hogy kívülről, hogy nézett ki így, hogy már láttatok egy pár filmet, kinek volt a legnehezebb szerinted, vagy szerintetek így a film alapján? Bézének, oké. De a többiek úgy nem láthatatok szerintem, de mondjátok, hogy mi volt, hogy valaki nézett. Akkor tényleg, azt kell, hogy megkérdezzük, ki volt a legjobb. Na, igen, mondjátok. Nem ez volt a kérdés? Nekem nem kérdés. Nekem se. Na igen, tehát... Mondjuk ebben egy tiktok jobban, milyen volt nektek ezt így felemelni? Tehát mennyivel másabb, mint mondjuk egy ilyen tényleg előre megért? Tehát könnyebb volt így, nehezebb volt így, sokkal szabadabb volt így mondjuk a... Kicsit randomabb volt egyébként, tehát hogy azért egy-két dolgot mindig meg kellett beszélni, de életszagúbb volt, de ugye például csomószor látszott, hogy voltak benne ilyen bakik, hogy mondjuk félre mondtunk egy szót, vagy ilyesmi, és akkor javítottuk, de ezzel igazából ez csak ilyen életszerű. Mert hogy nem ilyen dokumentumfilmszerű, igen, tehát ott is hibázol igazából. Úgyhogy annyira nem volt vészes egyébként szerintem. Tehát majdnem mindent elsőre felvettünk. Ja, hát ezt mondta, tehát négyszer lehet sokat mondtam, volt az, hogy azt mondtam, hogy akkor se újra, mert ez nem működött, vagy valami. Igen? Mondom, akkor azt szeretném, hogy megkérdezni, Baki parádi lesz belőle, de ugye nehezebb volt hibázni, hiszen magasban hoztátok, tehát itt nehezebb van. De ha el az igény a legközelebb, én esküszöm sokat fogok. Megbeszéltek a legjobban, de konkrétan itt a végére vágtam, kb. Ennyi volt. Tehát ez is csak összehaláztam, de amúgy tényleg. Hát egyben lement minden, és a végén nem is rögtük el, csak mondtuk, hogy jó, hát akkor vége, kár.
Úgyhogy nagyjából ennyi volt. A római tudomány. Nem fejeztük be az Olival a filmezést, mert már túl jó. Túl jó. Ugye az Oli? Ez egy méltó búcsú volt, na. Mondjuk meg. Azért hogy összeérnek a szálak, hogy így a Larion így jelzi a Tamásnak, hogy már az idősebb korosztályba tartozik a filmezésben. Akkor, hogy Tamás azt mondja, hogy ilyen filmeket forgatunk, mert kevesebb bele a munkám. Hát ez van. De hogyha ez működik és tetszik a nézőtök, akkor ezt kell csinálni. Záló csillagok máshol fognak most ragyogni. Ugye az majd a második része. Hát van még kérdés. Ja igen, tessék, bocsánat. Miben érzed jobban magad, a rendezés vagy a szereplés? Most, hogy ebben a filmben egy kevesebbet szerepeltél, lehet arra számítani, hogy ez így kezd kiforni nálad? Én is érzem, hogy miért nem beszélek a kamera mögül, mert néha beszólogattam nekik egyébként, hogy a végén vagy közben, amikor az interjús részek amúgy azok voltak, amiket így hát jobban megbeszéltünk, ugye, amikor voltak ezek a beülős ilyen kis részek, és tök sokszor mondtam ilyen random poénokat, hogy ezt rakjátok bele. Nem tudom, tehát én a második részben, hogyha ebből lesz második rész, abból valószínűleg majd szereplek én is valamennyivel többet, de hogy őszintén pont ezért akartam én venni, mert ugye Office töltek el, szerintem két hétig csak azt néztem. Tehát próbáltam átvenni ezt a stílust, a közvetítést, a izai kamerába kell nézni, hogy kell csinálni. Tehát azért akartam én felvenni. Egyébként nem tudom mennyire, az én láttam, amikor én szerepeltem, és engem vettek egyébként, tök máshogy nézett ki az a jelent, mint az Olyta, hogy vettük ugye szemből. Tehát nem mindegy, tehát látszanak ezek a dolgok, hogy amikor nem én veszem, kicsit azért másabb a kinyitottam. Most nem azért, csak mégis más, hogy valaki ott van. Na, tehát igen, tehát valószínűleg ha a következőben is szerepel, kicsivel többet, de jobban szeretem ebbe például venni. Tehát akkor tudom jobban irányítani ugye a dolgot, hogy legyen. Igen, tessék? A szerepeket mindenki magának választotta meg, vagy az előre megmondani? Nem, hát ezeket én írom, ez ugye a forgatókönyv része. Annyi, hogy hát a szerep, úgy, ez most fontos is volt, egyébként jól kérdezted, tehát miért vettük a részt, most megbeszéltük, hogy ki mit csinál, mert azért sokszor van az, amikor veszik a nagy filmeket, hogy bemegyünk, és az Oli is mindig mondja, hogy Tamás, most akkor mit képzelek el, hol vagyunk, mit csinálunk. Semmi, Zoli futsz, megy a harci, lőnek hát, hogy érszek, mit tudom, és akkor abban nehezebb elérni magad, mint most elmondjuk, hogy Zoli, neked ez a karaktered, Tóni az így fog reagálni rá, tehát most jobban megmondtam nekik egyébként igen, hogy vagy szerintem legalábbis, hogy nem volt így most jobb, hogy megbeszéltük, hogy ki kicsit ilyen törekvőbb, az Attilának elmondtuk, hogy legyen azért ilyen visszafogott, tehát na, de ez a lényeg, hogy most ez jó volt így egyébként nektek, hogy jobban megbeszéltük, hogy kinek mi a karakter. Nem tudom, hogy tudtok olvasni a sorok között, és érzitek el, hogy hogyan dolgozunk. Zoli, megy! De Tamás, hol vagyunk? Mit csinálunk? Üldöz valaki fussál, hát hogy érzitek, hogy ebből főzünk, amikor ilyen filmeket láttok. Azért nem egy ilyen móka vonat itt a forgatás a Tamással. Ezért tudunk improvizálni. Igen. Ja, egy kicsit innentől tudom megimprovizálni, hogy... Nem a tókodja rendben. Hát majd mikor Tóni néha hazajön, megkérdezem, milyen filmet forgatok, nem tudja megmondani. Hát jó, de az nem biztos egyébként, de mi az van? Ja. Alapvetően ez olyan szempontból volt nekem így nehezebb, hogy oké, hogy megvolt a kert, hogy nagyjából idáig kell eljutni és improvizunk, hogy én nem néztem Office, tehát hogy én nem tudom, hogy mi ez a stílus, meg bevallom, hogy néztem három részt, de én ilyen betonarccal végignéztem, és hogy én nem éreztem, hogy ez vicces lenne. De mindegy, ez az szerintem az én csökkent értelmi képességemből származik, hogy nem jött le a történet, de hogy én nem láttam, hogy ebből mi fog összeállni. És most hogy láttad? Vagy hogy hova vezet ez az egész. Most te tudod? Hát a betonart az mindig megvolt. Rögtön, Zoli, mert hallottunk egyébként. Igen, néha mosolygok magamon. Hát ez egy másodból is megint a poén, nem? Jó, nekünk más az, hogy szerepeltek ebben, és amúgy vágjátok, mit fogtok mondani mindannak, aki mondjuk nem most látja először. Igen, kérdeztem a Tibit, hogy szerintem megölnek a rajongók, miután vége a filmnek, menekülják-e most, vagy még megvárjam a kérdés szekciót. Tényleg nem tudtam megítélni így, hogy benne is voltam, hogy ez most ok vagy nok. Hát a végén most kezdtük, azt mondták, hogy ok. A végén? Ja, akkor. Nem tudjátok, hogy amiben szerepeltek, hogy fog kinézni minden, amikor ilyen utolsó nagymesterek dobáltok effekteket, meg tényleg nem tudod, hogy csak azt csináltok, ami ugye utómunkával néz ki jól, akkor volt már bennetek, hogy kételkedtetek, hogy hát én nem tudom, hogy ezt utómunkával hogy fogod megcsinálni, de valami biztos lesz, hogy mire számítottok akkor, amikor csak ilyen aktúrokat csináltátok. Tök jó kérdéseket teszel fel. Én azt mondanám, hogy ezt azt tudja jól megválaszolni, az az érték, ami összeköt így minket, az meg a bizalom. Hogy mi baráti csapat vagyunk, és összejövünk, és nekem a filmezés az azért van, mert a Tamás megismertem középiskolában. Én úgy vagyok, hogy én bízok a Tamásba. Azt mondja, hogy Zoli, most egy nagyon nagy bombát fogsz dobni, és fölroponik a világ, akkor én leélem magam. Aztán, hogy ez most tényleg egy pénten megrajzott ratiság lesz, vagy egy tök jó dolog, meg bízok benne, hogy magát nem égeti be, hogy butaságot csinálna egy ilyen menő karakterrel, mint én. Tehát, hogy így tényleg a bizalom szerintem az, ami miatt azt mondjuk, hogy Zoli, most csinálj egy, és akkor fel fogsz repülni a filmbe a földről. Hát jó, akkor így csinálok. Eljátszani nehezebb, tehát képzeld el, hogy Csögle falu központjában műveledési ház mellett állsz egy lidérc ruhába, és tűzgömböket szórsz, és megáll mellett a rendőrautó, és kiszól, hogy
elvigyük ezt az orkot, és akkor próbáld meg úgy eljátszani, hogy te most egyébként tényleg varázsló vagy, most teleportáltál oda, és egy tűzgömböt fogsz dobni egy másik tűzgömböt dobó emberre. Közben egy lidért szüldöz. Hogyha nehéz. Ez ilyen járdagos péntek csövő. Igen. Én azt gondolom, hogy nem vagyunk ebben azért teljesen normálisak, tehát, hogy... Jó, ez csak ezért működik. Jó, de hát valószínűleg ez ezért működik, de ha belegondoltok azt, hogy ott állunk a fényes utcán, a Tamás azt mondja, hogy vedd fel ezt a maszkot, futkossál, és akkor valaki kerget valamivel, és hogy így tényleg az idős nénik így megnéznek minket, vagy az út szélén, ahol ott az a lómai kiállt, tehát elmentek autók, és azért mindenki figyel, hogy mi történik. Ott, ahol volt ez a forgatási jelenték, tehát kardokkal, meg beöltözött emberek, jön a parancs bácsi, azt mondom, hogy az ügyben ott is tengelytől is. Nyugodtan nyomdál ki közben egy pillanatra, csak hogy ne legyen hozzá. Köz megrökönyödést kelteni, de... Na szóval ezt mit is kellett meg kihozni? Vagy nem sokan mondhatják el magukról, hogy ilyen lelkesen hülyét csinálnak magukból azért, mert hogy van valaki, aki ráveszi őket. Igen. És felveszi. És ez még fel is veszi videóra. És mennyi magig van előtt. Ebből kifolyog még egy kérdés, hogy hogy érzitek, hogyha nem lenne ez a filmezés, akkor ilyen szoros maradt volna ez a baráti társaság középiskola után? Biztosan nem. Hát az Olival egyébként óta ismerjük egymást, csak úgy mondom, tehát uh-huh. Az már mennyi? Az már több mint 30 év, no? De most ne tegyük fel ezeket a korbeli. Volt az elég is. Tomi? Igen. Nem tudom egyébként, biztos vannak olyan, tehát összejárni, ennyiszer biztos nem járnak össze. Most nem azt mondom, a jóban vagyunk egyébként, nem úgy mindenkivel, de hogy így, hogy havonta összejárni, biztos nem járnak össze. Most nem azért, mert nem szeretjük, hogy bírjuk egymást, csak most mindenki másfele van már. Így viszont ugye pont van egy indok arra, hogy összegyűlünk, mit tudom, a világ, vagy a Magyarország különböző részeiről. Nekünk ez az ilyen... Mondhatjuk, hogy a világ már a tokodik külföldön van, amúgy, most vannak. Ez elég ilyen, mindenhonnan jöttek be a szereplők. Én international. Tehát valljuk, hogy talán ez itt a legnagyobb érték ebben, hogy, hogy így összejárunk. Jössze, az meg, hogy van, aki hajlandó azzal tölteni, hogy megnézi a filmünket. Vasárnap eljön. Kellemes legyen. Vasárnap köszönjük. Hálásak vagyunk nekünk. Vasárnap délután eljön. Igen. Jó, még egy kérdés, igen. Sokszor összenéztünk Gerivel a film közben, hogy mikor volt ilyen csapatgyűlés, meg ilyesmi, hogy nem volt a Tóbi is, hogy ennek volt valami jelentősége? Igen, előtt álljunk. Nem, azért volt egyébként, mert az Tóbi is hát kétszer nem ért meg forgatni, de viszont mindenki más ráért, és ezeket a nagy irodás részeket egy nap alatt vettük fel, a bulik is ugye, viszont őt meg lehet indokolni, hogy éppen forgatott aznak, úgyhogy hogy az nem tudott eljönni el. Mi indok arra, mert ezért volt, nem azért utáljuk, hogy bármi, hanem ő nem ért rá. Ez csak ezért volt. Egyre azért volt 5 nap a forgatás, nem volt lett volna mindenki, hiszen 2 nap alatt ezt felveszünk, mert amúgy mivel nincs benne vágás, ami ilyen hosszú volt a film, annyi időt vettük volna fel nagyjából, úgyhogy ez akár 2 nap alatt is meg lett volna, ha Óbis ugye rájuk van. Tehát ezért, nem azért, mert kizártak őt, hanem akkor nem volt. Van egy kérdésem. Az, hogy filmezéssel foglalkoztok, és ez mindig ezeknek szól, miben jelent a legnagyobb értéket? Mi az, amit igazán kaptok ettől a hobbitól? Pizza. Mire gondolsz? Ne, kérdezem. Mi az, ami eszembe jutott, hogy miért jó neked, hogy forgat? Mit hiszel haza te abból, hogy eljársz forgatni? Nyugalmat. Velemondó forgatni. Nyugalom, kikapcsolódás. Oké. Okay. Szerintem most spontaneitás, hogy emiatt, hogy mindig csak úgy megjelenünk, valami randomot csinálunk, és az egyébként sokszor még jó is, és ezt ugye valójában is be tudom használni. Tehát akár munkában, akár magánéletben, mindenben, szerintem az úgy tök jó, hogy ez így jön. Mind a mellett, amit a Tóni. Ez olyan szép volt, Bence. Jaj, tudom. Mind a mellett, hogy a pizza. Igen. Jó. De főleg a pizza. Tehát ha jól értem, amikor valójában is rád betül a kamera, kvázi a reflektorfény, hogy akkor most neked kell ahhoz szerepelni, akkor ez már például ad egy olyan rutint, hogy spontán lehet. Hogy akár egy tűzgömböt is tudnád dobni. Például. Pont. Vagy elteleportálni egy megbeszélés. Igen, igen. Ez elég uncsi. Tamás, neked mit ad? Nekem semmit. Nekem munkát. Nem, egyébként én szeretem, a hobbinak teljesen jó. Tehát én ezt szeretem vágni a filmet, megcsinálni a végén, látni, miből lett, micsoda. Tehát nekem ez a maga a folyamat. Egyébként önfejlesztések jó. Nekem például az. Vajon a jövendőbeli, tehát a jövőbeli filmjeink leendő női szereplője, vajon mit gondolhat erről? Kérdezzük már! Alice! Mit gondolsz? Nem tudom, milyen félreértések adott. Hát, mint Morzsi Dudikov nagyon alakította az előző filmbe. Köszi. Én nem tudom, ha te eljössz velünk... Egy nyugodt férjet kapok haza. Micsoded? Egy nyugodt férjet. Tehát stresszoldó. Elmegy forgatni. Nem, egyébként szerintem tiszteletem ez volt, hogy így, nem tudom, tehát ez brutál. Amikor te eljössz forgatni velünk, akkor mi az, amit te kapsz ettől a forgatástól? Nem, csak egyet. Egyet. Hát szerintem amúgy ez egy óriási buli.
Azért ritkán nevet ennyit az ember, szerintem egy normál hétköznapon, amit ti lemüveltek egy Köszi. Okay. Köszi a válaszokat. Köszönjük, szerintem a... Én még nem válaszoltam, de mindegy. Köszönjük, Zoli. Biztos senkit nem érte. Akkor azt mondja, hogy Zoli. Nem sem. Csak annyira hármig voltunk egyébként, addig jelentük, hogy azért akartam lezárni. Köszönjük még egyszer, hogy akkor mindenki eljött, örülök, hogy tetszett nektek. Majd 10-én lesz egyébként maga a YouTube premier, úgyhogy ha írtok oda valami kis szép kommentet, majd azt megköszönjük külön, mert attól fog a film majd több emberhez eljutni. Egyébként viccen kívül, tehát minél több komment van, meg visszajelzés, annál többször reklámozza a YouTube is, hogyha azért mondom, hogyha eszetekbe jut majd egy hét múlva pénteken, akkor valami szépet vagy csúnyát már rájöttök a filmre. Köszönjük még egyszer mindenkinek, hogy eljött. És hogy kimegyünk itt a mozik kívül még...